Na, sziasztok srácok, én Dolfik 2006 vagyok, és itt is lennék a legújabb videóban. Ismét itt van velem Rolikol, és ott folytatjuk Sziasztok! az Extreme Hardcore-t, ahol abba hagytuk. Az előző részben itt építettem egy ilyen szerkezetet, ami egyébként bone meal-t tud termelni nekünk, viszont lejjebb veszem a hangerőt egy kicsit szerintem, mivel eléggé kattog. És már is van itt 54 bone meal. Elég faszántos. Na de Dolfi, nekünk most kéne szépen egy enchant hely, hogy végre tudjunk egy normális Fortune 3-as pickaxe-et, vagy eszközöket csinálni, mert csákányból ez nagyon jó lenne, mivel hogy jó lenne, majd elég ritkán találunk gyémántot. Lementem bányászni az előző részben, és konkrétan csináltam 7 pickaxe-et, na, abból elpazaroltam 4 pickaxe-et, 5-öt, és nem találtam egy gyémántot se, érted? Egyet nem. Hallod, amúgy, hogyha van nálad most még gyémánt, akkor add ide, aztán craftolok egy. Beraktam a chestbe. Na akkor le is craftolok egy gyémánt sapkát. Boom! Ott van, full diába vagyok most már én is. Amúgy szerintem neked is kéne egy shield most már, mivel hát azért shield az elég jól tudja blokkolni a creeperöket, szóval hát az egy elég hasznos item azért hardcore-ban szerintem. Most mondjuk talán feljebb rakhatnám a hangot, hogyha eljöttünk a szerkezettől, hogy halljak is valamit. Viszont, hát nem tudom. Szerintem craftolja a shieldet, mert megéri. Hát amúgy van 41 bőrünk. Mennyi? 41. Inkább most a papírról van. Papírból van ja, egy darab konkrétan. Van cukornát, kidobtam. Vagy Cukor, csak fel. Ott van még 18. Sen cukornát farmunk, de azt a fent rohadt a... mennyi cukornádunk van, hát ez így jó. De vár, még lesz, még hozok. Mert hogy itt fönt van ez a helyiség, amit itt csináltunk. Ha mindet learatom, akkor... Ezt mindet learatom, plusz 43, 44 cukornád. Szerintem elég papírunk lesz. Le kéne aratni talán a farmat is, szóval add ide azt a cukornádat, ami még itt van, és akkor learatom szerintem a farmot. Azt a rohadt. Hát azért van rendesen cukornád, akkor a bört is add már ide, és akkor Na, 45. craftolok egy pár könyvet. Amúgy ez szerintem elég lesz, tehát 15 könyves polc kell. Várjál, azt hiszem pont elég lesz. Ha jól számolom, akkor pont kijön a 45 bőrből. Bár mondjuk a cukornádból nem tudom, hogy ki fog-e jönni tökéletesen. Á nem, a cukornádnál lesz itt a nagyobb hiány. Ne, ja, hát nem lesz elég. Még ahogy láttam, van itt egy könyv valahol. És azt akkor még elhozom. Itt is van. Viszont ez így még nem elég. Mivel kell még ennél több egy kicsit. Ezt jó lenne már megcsinálni. Még kettő Mert... darab kell, lecraftoltam és 13 van eddig, szóval hát még hogyha kettőt valahonnan sikerülne szerezzünk, kettő könyves polcot, akkor az úgy jó lenne. A D37 van, azt a rohadt élet. Úgy gondolkoztam, hogy csináljak-e egy akváriumot. Akkor jövök aludni, és akkor szerintem utána learatom a farmot, illetve elmegyek keresni még cukornádat. Én szerintem meg nekiállok egy akvárium készítéséhez. Na, be is fejeztem. Kiszedtem az összeset és el is ültettem az összeset is, közben 4 mérgező krumplit kiszedtem a földből, szóval nagyon jó. Ti amúgy ide csinálsz valamit? Itt lesz az akvárium, jó. Ez mondjuk jól meg van csinálva, ja. Mindjárt megyek, aztán szerzek még könyves polcot meg. Vagyis hát először is kell szerezek cukornádat, és aztán azt megcsinálni könyves polcnak, ja. Amúgy tudom mit, én most itt fogom ezt az összes magot, és meg az összes saplinget, meg az összes mindent, és jó, mondjuk egy párat megtartok belőle, de a többit ezt mind bekomposztálom szerintem. Azt a rohadt élet már majdnem, hát 3,5 stacket majdnem termelt ez a farm. Bone meal-t amúgy. Szóval hát rohadt jó. Történt itt egy kis probléma a farmmal, leállítom először is. Valami miatt az előbb termelődött itt egy cobblestone sor. És ez nem kellett volna ide termelődjön valamiért. Vagyis hát hogy nem hogy valamiért, hanem abszolút nem kellett volna ide termelődjön. Na mindegy, hát ezt most megcsináltam, itt megint feltöltöttem blokkokkal, szóval nézzük meg akkor, hogyha most beindítom megint, akkor elméletileg kéne működjön rendesen. És igen, működik rendesen.
valamiért fogynak az itemek innen a dispenserből. Persze itt lent több lesz, tehát hogy itt azért több itemet termel, viszont ez mégis zavaró, hogy egy idő után elfogy. Szóval ezt talán tudnám fixelni azzal, hogy itt az egyiket átkötöm, hogy felmenjen oda, és hogy csak kettő komparátor termelje a ládának, és a maradék az menjen föl-vissza oda. Szóval ezt gyorsan megcsinálok. Ezt egyszerűen meg tudom csinálni, hogy innen ezt kiütöm, majd átkötöm ebbe, hogy oda menjen. És akkor most ezeket ide visszarakom, és most beindítom megint, akkor ha minden igaz, akkor jó kéne legyen. Jó, most már, mint látjátok, nem fog elfogyni, tehát most van 37-38, megint 37-38, tehát hogy most így nagyjából ugyanannyi van itt mindig, tehát hogy most ezt elég jól sikerült eltalálnom. Itt lent viszont egyre több lesz. Na most megyek és körülnézek a világban, hát hogyha találok valahol egy-két cukornádat. Ott is van már egy pár, viszont az nem lesz elég. Még kéne találjak 15 darab cukornádat, és akkor az már jó is lenne. Itt valami nagyon el van cseszve, nem tudom, hogy itt mi történt amúgy. Ez chunk error lenne vajon? Ja, ez chunk error, nem tudom, hogy történnek ilyen dolgok amúgy, és itt is van egy ilyen, nagyon jó. Még jó, hogy nem bágos a játék, nem? És ott is egy király. Adnám, hogy találnék itt egy falut amúgy. Az nem lenne rossz, mert akkor ezt ki kéne jelöld. Még ölök egy kis tehenet, hogyha már itt vagyok. Itt vagyok most egy ilyen rohadt nagy hegynek az oldalán. Valószínűleg errefelé nem fogok találni chunk errort, viszont... Chunk errort én is mi az van? Szóval találsz, ugye nem fogsz találni chunk errort. Ezt kezded, itt lenne egy kiszedve, azt leesnék. Azért jöttem most ide fel, mert hát a kevesebb a szörny, mivel most beesteledett. Aztán majd másnap még keresek egy-két cukornádat. De még mennyit találtál? 3-at. De amúgy lehet azóta már nőtt ott fent az a... Hallod, hogy tudod miért? Szerintem én elkezdem termeszteni a cukornádokat, hát ha nő valamit az éjszaka alatt. Sikerült termesszél valamennyi cukornádat? Hát még nem. Kinőtt, Dolfi? Mennyi van? Meg most learadtam. Van ott cukornád a te környékeden? Hát fent az a kis dísznek, amit kiraktam, igen, az egy farm szinte, 38 cukornád. Na jó, 40. Akkor mentem visszafele. Ez a pók, ez miért van rajta ilyen potion effect? Hát hardcore-ba, vagy hát igazából hard fokozaton tud ilyen spawnolni. Hallod, majdnem, mikor ugrottam bele a vízbe, majdnem ráugrottam egy lilipedre. Jó, mondjuk ilyen magasságban nem haltam volna meg, csak jól lesebződtem volna. Olyan kurva jól néz ki amúgy innen, nem tudom miért. Rohadt jó. Na, itt is van, ott van a 43 cukornád, azaz. Vagyis hát nálam még volt 3. És ott is van. Ott van a 6 könyv. Itt fogok most én, de mondom, hogy pakold vissza a köveket ide rendesen, ember. És ha minden igaz, akkor ott is van. Bum, ott a 15 könyves polc, ennyi fog most kelleni nekünk. És akkor ezeket le kéne ide valahova tenni. Le is pakoltam most ezeket ide, viszont itt hiányzik még egy ahhoz, hogy teljesen szimmetrikus legyen, szóval szerintem én még csinálok ide egyet. Na, itt is van, leraktam ide ezt a könyves polcot még, és akkor így most már teljesen szimmetrikus. Fáklyákat meg visszarakom oda. De jó, végre rendesen csatokat is látni ebben. Hát mondjuk ezek pont nem a legjobbak, de na. Na, és akkor csinálok és egy enchantolt baltát. Fú, de adnám, ha adnám még valami jó enchantokat rá. Gyerünk! Hát nem a legrosszabb, de na, azért nem is a legjobb. Na nézzük, hogy gyémántás óra mit ad be. Hát semmit. Tudod, hogy én elmegyek most bányászni diára, oké? Okay? Menjél nyugodtan. Na, én most lejövök ide ebbe a bányába, amit már olyan régen felfedeztünk, persze fáklyát nem hoztam. Jó, craftoltam is egy pár fáklyát, amire ráment egy rakás szén, de nem baj. És akkor itt van ugye az a bánya, ahol elkezdtünk már régebben leásni, és szerintem én elkezdek akkor leásni itt a másik irányba. Közben hallok most itt egy pár mobot a környékemen, és akkor szerintem itt el is kezdek street miningolni. Hoppá, mit találtam itt? Itt egy bánya, na, azt akkor megnézem. Hát, ha van itt valahogy gyémánt. Hát pók az van, nem ezt kerestem, de az is jobb, mint a semmi. Ó, és szerintem itt errefele már voltam. Mint hogyha úgy láttam volna, hogy már ki lett volna világítva valahol, de... Azért szétnézek. Zombi is van. Creeper is. Inkább azért visszacseréltem a shieldet, hogy az legyen inkább a bal kezemben, mivel hát...
Lehet, hogy ennek most több hasznát veszem. Lol, és itt elkezdtem leásni, és itt volt még egy bánya. Ja nem, az csak egy ilyen kis... Csak egy ilyen kis valami, nem tudom. Amúgy ilyen, hogy történik? Ugye ekkora kicsi kis izé ide legenerálódja, mindegy. Amúgy attól félek, hogy el fog törni a pikökszem, szóval hát nem a legjobb. Hopp, itt van még egy bánya. Ott egy enchanted ear skeleton megint. De az a baj, hogy nem találok. Nem találok semmi. Csak zombit. Ó, oh, errefele már voltam, mert itt tele van rakva fákjával, szóval tök mindegy. Jaj, ne, itt egy mérgező pók. Jó, mondjuk annyira nagyon durván nem mérgez meg, de azért nem kellemes. A few moments later. Tökélek. Takarodj, nehogy meg is, jó. Oké, ki is szedtem a spawnert, viszont itt van még, az a baj. Ne, jó, mindegy. Ennyit kész, ezt megöltem, ennyi nincs több, remélhetőleg. Ja, de ott még van egy. Hát ez így nem a legjobb. Legyél full HP. Talán megpróbálhatnám valahogy megölni azt is. Na, gyerünk. Ott van, azaz. Jó, király, meghalt ez is. Jó, szerintem én elkezdek fölfele ásni, nem találtam semmit. És fönt is vagyok, király. Nézzük meg, hol vagyok, és hogy milyen távol vagyok a háztól. A helyzet az az, hogy én most rohadtul nem vágom, hogy hol vagyok, mivel hát felástam most magam, és hát most nem látom a házat, szóval... Ó, ott van, jó, oké, akkor nem szóltam. Na jó, akkor itt most leemelgizek, valószínűleg leemelgizek, úgyhogy hardcore-ban vagyok, valószínűleg. Kiszedem a kemencékből most az összes követ, meg a szeneket is kiszedem, hogy ne legyen itt benne. Na, craftolok most magamnak még egy pár kenyeret. Na most elmegyek bányászni olyan helyekre, ahol még nem voltunk, illetve most hoztam magammal még csákányt, illetve még hoztam ide anyagokat, hogy tudjak még craftolni csákányt, hogyha arra lenne szükség. Na, szerintem itt el is kezdek lefele ásni. Elszedek még egy pár szenet, hogyha már itt vagyok. Hoppá, itt valahol már hallottam lávát az előbb, szóval lehet, hogy el kéne ássak arra fele. Majd mit szólsz, majd csinálnánk egyszer XP farmot. Ja, az jó lenne. A Netherbe lehet valami kurva jó, csak akkor meg fel kéne menjünk a Nether legtetejére. Ja, csak oda kell vinni obszidián, mert ha oda nem építesz egy portált, akkor ott ragadtál konkrétan. Na, szerintem én craftolok még csákányokat, mivel még biztos fog kelleni egy pár. Na, itt is vagyok közben a 11-es szinten, és akkor itt elkezdek most ásni előre. És akkor hát, ha találok majd valamikor gyémántat, meg azért még figyelem, hogy hol van valahol esetleg láva, és akkor elások majd abba az irányba, de ha jól hallottam, errefele valahol kéne legyen. Ó, közben találtam egy jó kis bányát, szóval itt körülnézek, hát ha van esetleg valami, hát itt már nagyon fölfele megy, akkor erre nem lesz, és itt ez is fölfele megy, szóval itt se lesz. Kiégek, itt is van egy mineshaft. És igen, jaj, ott van egy skeleton, akkor inkább a shieldemet előveszem. És ez is enchanted ilyes, érted? Hogy van itt ennyi enchanted ilyes skeleton? Ez normális? Normális, Margi! Azért is körülnézek, igaz, hogy magasan van. Nézzük a chestet, mi van benne, glowberry, hát nagyon jó. Efficiency 4, az mondjuk nem rossz könyvre. Nem már, legyen már valahol gyémánt. Hát ez így nem lesz jó. Hát milyen videó ez? Lejöttem bányászni gyémántot és nem találtam egy darabot se, vagy mi? Amúgy nem tudom minek volt nálam az előbb egy vödör lábat, leraktam azt, hoztam vizet most helyette, mert most nem tudom miért vettem föl én egyáltalán egy vödör lábát. Azzal akarta MLG-zni. Most amúgy itt leástam magam, és hol is van az a hely? Itt van, leástam magam, és találtam egy olyan bányát, amit már kivilágítottam, szóval nagyon örülök neki. Oh, slime, hallottam slime-ot valahol. Ne hajj meg, hülye gyerek! Érted? A slime-nak volt annyi esze, hogy beleugrott a lávába. Érted? És elvesztek az itemei. Ó, Istenem! Közben vasat azt találtam minden mennyiségben, de azért gyémánt az nem képes előteremni. A vasat valahonnan. Mindig találtam. Ha vasat ezt mindig, igen. Figyeld, mennyi vasan van, mennyi retkes szenen van, és nincs egy rohadt gyémántos, érted? Ó, lapis, király. Igaz, hogy már annyi van belőle, mint a személy, de attól még kiszedem. Na, nézzük. De miért van itt a bedrock? Ott van a dia! Ott van egy, várjál, nézzük hány van itt, kettő, nem basz, hogy kettő volt.
kell itt még legyen. Nem létezik, hogy kettő van. És kettő van, érted? Kettő gyémántot találtam, érted? Akkor találsz fél órán a keresés után diát, kettő darab. Kettő gyémánt, nem létezik. Ezért kell a Fortune 3. 5 minutes later. Megint csak szén, csak szén, csak szén. Más nincs, csak szén. Figyelj, amúgy a gyémántnak is a szén az alapja a kémiában, tehát nem is tudom pontosan, hogy mi a vegyjele, viszont a szén az benne van a gyémántnak a vegyjelébe. Szóval hát, ja, mondjuk annyira kémiához nem értek. Nagyon nem vágom, szóval hát nagyon sokat érünk vele. Hallod, ne basszál fel. Érted? Ások itt random, itt a szén mellett kiütök egy pár blokkot, itt a gyémánt. Na nézzük, 1, 2, 3, 4, 5, jó. 5, hát 5-öt találtam. Megnézem azért még itt a környéken, mert volt már olyan, hogy így kiástam itt még egy pár blokkot, és volt még mellette, de itt nem hiszem, hogy dík, és itt van egy barlang, amit már kivilágítottunk. Jó, hát akkor király, mennyi van eddig? 7. Hát nem a legtöbb, még kéne egy párat szerezzek. Vágod, most itt vagyok ebbe a rohadt nagy kanyon. Jézus Isten, itt egy creeper, jó, azért arra megyek, azért. Nem kell elfelejteni, hogy hardcore-ba vagyok. Jó, meg is volt. Meg is murdál csórikám. Talán még itt elkezdek ásni errefelé. Hányos szinten vagyok? Én most 11-es. Én be is temetem magam, hogy nehogy hátulról meglepjen egy mob. Persze, vasat azt találok már itt. A vast azt mindig talált alapvetően. Mit vártál? Most tudom szedni, felszedem? Ja, ja jó, a vasat felszedem, oké. Itt a gyémánt! Van! Micsoda! És még gyémánt kiégett. Bár eddig volt 3, 4, 5, 6. 6 gyémánt. Ja, összesen most van 13. Ez hogy sikerült? Na, most ez elég szerencsés bányászat. Ja, hát konkrétan egy pár blokkot ástam, és egyből itt van. Mondjuk szerintem, hogyha erre már szétnéz, állj, itt már tudni nem lesz. Na mindegy, szerintem elkezdek fölfele ásni most már. Itt egy barlang, hoppá. Lol, azt adtam volna, ha itt lett volna. Hallod, írhattam volna be címnek, hogy csalás az extreme hardcore, meg van játszva az egész, kamu az egész. Ja. Yeah. Fú, te mi lett volna. Jó, akkor már, hogyha itt vagyok a kanyonnál, akkor fölépítek azt, akkor nem kell annyit ássak. El is tört az egyik sákany, van másik. Jó, most már ez valószínűleg, aha, ez már felszín, jó, akkor elkezdek itt most már fölépíteni, vagyis hát nem elkezdek, hanem fölépítek, és akkor hoppá, itt is a ház. Ahogy, mikor így felássam magam, mindig tök közel vagyok a házhoz. Jó, mondjuk a bányában olyan sokat nem mászkálok el úgyse. Tehát vagy ott, vagy ott, vagy ott, vagy itt a környéken, valamelyik hegyen szoktam általában kijönni, mikor felássam magam a bányászás után. Olyan rohadt jól néz ki ez a ház. Na, szerintem kiégetem a dolgokat, amiket most ki kéne égessek, például a vasat. Ó, közben ezek is átkomposztálódtak, van megint egy pár bone mealünk. És itt is van az összes gyémánt, ugye már egy az volt. Nem is olyan kevés. Elrakom ide a köveket, és azt a rohadt élet mennyi kövünk van. Lazuritból is van egy pár, az nem rossz. Közben még van egy efficiency 4-es könyvünk is, ami szintén elég jó. Ja, és egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor hogyha minden igaz, én tudnék csinálni erre egy efficiency 4-et pontosan, nem adott más enchantot rá. Viszont hogyha ezt most én összekraftolom egy másik csákányal, ami szintén van efficiency 4, akkor már van egy efficiency 5-öm. Ami elég jó. Csinálok gyorsan egy üllőt. Na és most oda be kell nyúlni, és ott van az üllő. Király. Megnézem, hogy erre mit ad be. Unbreaking. Hát, lehet rá kéne rakni egy ilyen unbreakinget, csak ahhoz még kéne level up-oljak egy kicsit. Jó sok földet elhoztál innen, hallod? Azt a rohadt élet. Azt hiszem volt itt vagy két még sor. Még fog kelleni. Még ezek is fognak. Jó, és nem fogy ki, és még néha több is lesz ebből a bone mealből. Most néztem meg. Itt lent erről. Azt a büdös élet! Azért ez... ez nem rossz. Ez nem rossz. Ez komoly. Ez komoly, hogy mennyi termelődött ide. Az igen. Hát ez nagyon atom ez a farm. Dik, amúgy itt van ez a hely, ahol leástam a nem is tudom, hanyadik részbe. Azt hiszem az előző részbe ástam itt le. Mert hogy itt volt egy slime chunk, viszont hát ide nem nagyon spawnoltak slime-ok. Azért megyek és megnézem még egyszer, de nem hiszem, hogy van. Jaj, még fent lesz. Ah! Creeper az van! Ez a creeper, ez egy irigy, amit tudtad? Irigyek vagytok, már nem kell túl sok a laptophoz, a PayPal számlám megint van.
a többi nem számít. És nincs. Nincs egy retkes slime se sehol. 870 osztva 60. Az 14 és fél. 14 és fél órája. 14 és fél óránk van ebben a világban. Mondjuk meg is látszik. Szerintem amúgy. Le akarsz nézni eddig, hogy állok ezzel a farm, ezzel az akváriummal? Ja, megnézem. Na nézzük. Mit alkottál eddig? Azt a rohadt. Kiszedtél itt egy ilyen rohadt nagy területet? Aha. Így lesz. Még itt fent még kell dörsz. Most fogok várni ennél a farmnál körülbelül egy olyan fél órát, és megnézzük, hogy mennyit termel. Előtte azért kikapom azokat, amiket most termelt, hogy azért ez... Na, hát hogy mégis látszódjon, hogy körülbelül mennyit termel, mert most, hogyha ezzel egyben van, akkor nem látszik rendesen. Szóval ide feljövök ennek a fának a tetejére, így beépítem magam, és hogyha minden igaz, hát mondjuk talán még ide is rakok, hogy nehogy gond legyen. Rakok így ide üvegeket, és akkor így nem tudnak már ártani nekem az illígymobok. Na király, akkor ide beállok, megnyom az F1-et, és akkor nézzük. Na, és akkor ennyi is volt. Hát igen, eltelt körülbelül egy fél óra. Meg is nézem, hogy pontosan mennyi telt el. Hát igen, körülbelül egy fél óra telt el. És akkor nézzük is meg, hogy mit termelt ennyi idő alatt ez a farm. Hát 3,5 stacket. Na, hát azért az mondjuk nem rossz. Akkor az egy óra alatt egy sor, és akkor... Hát ja, végül is elég jó. Elég jól termel. Mondjuk azt, hogy elég jól termel. Hoppá! Hoppá, ezt észrevettétek? Ezt látjátok? Ide bebugolnak az itemek. Akkor ide kell rakni valami blokkot, hogy ide ne kerülhessen több item. Szóval szerintem én ide rakok valami blokkot. Jó, ott van egy cobblestone, nem a legszebb, de most ez van. Nézzük meg ezt. Hát ebbe is van mondjuk egy pár. Elraktam ide a csontliszteket egy ládába, és akkor ezt is szerintem elnevezem ezt a ládát valaminek. Ameddig afkoltam, úgy látom, hogy megnőtt a farm, szóval szerintem ezt is learatom. Na, el is ültettem ide az összeset, leszettem és el is ültettem, és megint lett egy pár cuccom. 5 mérgezett krumplim, azt megint kidobom. Ide beteszem a magokat, amik ugye majd komposztálódni fognak. Figyeld meg a csontliszt, ja, mennyi van. Nézd meg, mennyi csontliszt van. Megnéztem az előbb, láttad? Kemény. Ja. Na nézzük, mit alkottál te addig, ameddig nálam timelapse volt. Azt, hát mondjuk jól néz ki. És akkor itt kívül lesz a víz, vagy hol? Igen, itt körbe. Aha. Jó, akkor szerintem én hozok ide levizet, oké? Okay? Mert most van egy vödör víz nálam, viszont ez még nem lesz elég. Na jó, akkor most már ide rakjunk vizet, szóval szerintem én itt így elkezdek ide pakolni mindenhol vizet. Azt, ahogy terjed. Azt figyeld, hogy terjed a víz. Figyelj, egy vödör hát vizet raktam le, ide azt itt van már ennyi. Ha ez így működne a valóságban, te nem lenne te problémánk szerintem a számlákkal. Lehet, hogy még kéne ide egy-egy glowstone tenni valahova. Hát azt akartam volna, csak van. Egyelőre csak rakjuk le a vizet. Várjál, úgy kéne, hogy ne fulladjunk meg. Azt hittem, hogy egy rakás vizet le kell rakni, amúgy olyan sokat nem kell. Tehát egy párat itt letettünk, aztán már így is tele van. Nem tudom, hogy lesz amúgy ez megoldva, hogy rendesen vissza is tudjunk menni, hogy ne fulladjunk meg, de... Jó, ahogy látom, mindenhol van. Még egy helyen nincs. Na gyere le. Várjál.
Jó, király, ahogy látom, ez így meg is van. Még kéne egy pár glowstone tenni ide valahova, és akkor az úgy egész jó lenne. Na de akkor szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornára, ugyanis mindjárt megvan az 1000 feliratkozó, és legyen meg 2021-ben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!